A Bege csaljában fekvő Felsőnyárád menti falu Migháza nem csak ferences kolostoráról, az itt született Kacsó Sándor író publicistáról, hanem lassanként nyári színházi komédiázásairól is kezd ismerté válni. Tavaly még csak egy estét kitöltő előadáson szórakozhatott a közönség, a helyi szűk kultúrotthonba zsúfolódva. A szervezők az idén tágasabb helyszínt kerestek és találtak, amely egyúttal a rendezvényt el is keresztelte Csűrszínházi napoknak. Nem volt elég a kultúrház, most már elfoglaltátok a Csűrt is? Hál' Istennek sikerült megvalósítanunk ezt az álmunkat is, hiszen a tavaly bebizonyosodott, hogy a kultúrotthon kicsinek sikeredett a közönség számára, és ezért úgy döntöttünk, hogy keresünk egy olyan helyszínt, ahová szabadtére ki tudjuk vinni az előadásainkat, és a közönség nagyobb számban beférhet. Ez úgy néz ki, hogy az idén megvalósulhatott. A közönség most már el is fért a tágas udvaron, tehát az új helyszín bevált. Igaz, hogy a nyári zivatar majdnem elmosta az egyik előadást, de végül is jól sikerült az idei műsor, amely tartalmasabb lett a 2003-as rendezvény falusi komédiázásánál. Kedves egészségünket kívánok! A tavalyitól több dologban különbözött, az egyik legfontosabb az, hogy sikerült háromnaposra szervezni a rendezvény sorozatot, sikerült egy nótaestet is összehozni a színházi előadáson kívül, és amit én nagyon fontosnak, talán a legfontosabbnak tartok, a gyerekprogram bevezetése és kibővítése, hiszen a gyerekekkel való foglalkozás az azt célozza meg, hogy a jövő közönségét próbáljuk nevelni, irányítani szakvezetéssel, tehát bábkészítés folyt, bábjátékokat tanultak be. Ki tanította nektek a szerepet? Andrea néni tanította, Szias Andrea néni. És szerettétek? Igen. És jövőben, hogyha megint lesz, jöztök még? Igen. Először azt hittük, hogy csak a Migházi gyerekek fognak eljönni, 6-7 gyerekre számítottam, mert vakáció van, és nem gondoltam volna, hogy ilyen sokan itthon vannak. Meglepetésszerűen első nap megérkeztek Remetéről nagyon sokan, és akkor két csoportra osztottam őket, és így készítettünk a remeteieknek is egy kis előadást, és a Migháziaknak is. Játszottál még színpad? Igen. Hol itt, Migházán? Nem, Remetén. Remetei van? Igen. Én is Remetei vagyok. És izgultál? Hát eléggé. És valaha még szerepeltél színpadon? Hát nem. Ez volt az első, és féltél? Hát nem. Volt olyan gyerek, aki nem játszott színpadon soha, az óvodában is keveset, ezért neki meg kellett először magyarázni, mi az, hogy színpad, mi az, hogy szerep megtanulni, a partnerrel beszélgetni, és mivel nem voltam hozzászokva, természetesen az első dolog az, hogy lerendelkezzük az előadást, és akkor neki fog megtanuljuk a szöveget, elmondom, hogy akarom, és akkor nem úgy jön ki először, tehát ez egy kicsit furcsa volt. Utána megkezdtünk szépen lassan dolgozni velük, de hát gondolom, hogy 3 nap alatt elég szépen összehoztuk az előadást nekik. Szerettél szerepen? Igen. Miért? Hát mókás, vicces. Könnyen megtanulod a szövegeket? Hát igen. A bábokkal az nagyon nehéz volt. Először kihoztam, hogy megmutassam, hogy hogy néz ki egy igazi báb. Kihoztam a tornyocska előadásnak a díszletét, ők ragaszkodtak ahhoz, hogy igenis húzzuk fel a bábut a kezünkre. Én élőbe szerettem volna velük megcsinálni, de mondtam, hogy ha már ennyire szeretik, akkor miért ne? Jó, persze a bábú csak jelzésképp volt a kezükön, mert nem tudták használni, de gondolom, hogy jövőre többet fogunk tanulni majd ebből is. Most már óriási tervek születtek, úgyhogy színházi előadásban bevonni őket, mint tömeg, szerepeljenek esti produkcióban, de persze a gyerekeknek meg ifjúsági darabokban. Tehát ahhoz még kell nőjenek 1-2 évet. És volt állarcod meg, maszkod meg? Igen. És az honnan volt?
Hát a maszk onnan volt az óviból, s a ruha meg egy barátomtól. Csak már alig ment ki a fejemből a blúz. Szűk volt? Hát nagyon. A városi gyerekeknek azért több lehetőségük van színházba járni, bábszínházba szerepelnek óvodába, és ezek a gyerekek is meg kell ismerni ezt a műfajt, és látom, hogy szeretik, tehát siker van náluk. Nem csak a falu, no meg a szomszéd község aprajának lett színesebb a nyári vakációja, hanem a falu nagyja is komolyan készült a lassanként hagyományossá váló eseményre. Itt óriási közmunka folyt a múlt héten, itt látható is, hogy a kerítéseket kicseréltük, az udvart kitakarítottuk, lebontottunk, rozog a épületeket, és természetesen tervezgettünk az utat, megcsinálták sáncokat, megjavították, kiásták, és az a legérdekesebb, hogy szinte lehetett látni, hogy fokozatosan, hogy egymástól látták az emberek, hogy ez megcsinált, akkor én is megcsinálom, mert nem maradhatok szégyenben, megseperték az a ház elejét, és a falu egy kicsit szebb lett, mint amilyen volt. Látták volna, hogy mi volt még egy héttel ezelőtt a megnyitó beszédben, és mondta, mindenki egy akarattal odaállt, és dolgozott, eljöttek, látták, milyen sokan voltak, takarítottak, pucoltak, mint búcsúra. Tehát ez mindjárt nagyobb ünnep lesz a mikházi, csűrszázi napok, mint a búcsú. Nyilvánvaló, hogy a cél ez, hogy a falut megmozgassa, és a környező falvakat, hiszen köztudott és mindjárt nagyon jól tudjuk, hogy ezekben a falvakban szinte semmi nem történik. Se kulturális téren, se politikai téren, se gazdasági téren. A házak kiöregedtek, a falu megöregedett, nagyon sok ház üresen van, és szerencsére, ez egy óriási pozitívum, hogy nagyon sok kicsi gyerek van a faluban. Hát a polgármesteri hivatal a színészeknek az ellátásába segít be, meg még a szállítást is próbáltak a remetei egy gyermekeknek biztosítani. Most egy kicsi x-el csúszott be, mert az iskolabusz elromlott, és a bábszínház bábelőadást is anyagilag is támogatja. Hát a lehetőségekhez képest az anyagi keretek, amennyit megengednek, maximálisan, de nem csak a polgármester, hanem a tanács is. Teljes merszélességgel kiállott, amikor kértem a pénzt, azt mondták, az túl kicsi, rálicitáltak. Úgyhogy nagyon-nagyon támogatják a kultúrát, az új tanácsosok, főleg most fiatal emberekből álló tanács van, felújítódott. Tehát én nem is végeztem pontos számadást, de azt hiszem, 30-valahány év az átlag életkor a tanácsnak. Nagyon lelkesek, nagyon mellé állnak, és gondolom, hogy eredményt is fogunk elérni. Számít az, hogy aki szervezi, az ide való? Persze. Egyöntetű. Egyöntetű, persze, hogy számít. Hát ugye itt van Széles Ferikének a gyökerei, ide nyúlnak vissza. Nagyon sokat. Az, hogy ismerik, hogy a családban van, úgymond. Persze, hát a gyermekkorát itt töltötte mindenki, mert úgymond családiasan is szólítja, tehát nem az a hivatalos művész úr, hanem Szerusz Ferike. Mindenki ezt mondja, és sokat számít, persze, hogy számít. Ezért vagyunk itt Mikházán, mert én idevaló vagyok, és ez egy óriási lehetőség, hogy én tudok egy csomó mindent biztosítani a kollégáknak, tehát szállóhelyet, sátorozóhelyet, a falu kedvességét, lelkesedését, és én nem is tudom elmondani, hiszen amíg itt voltunk, naponta kaptunk valakitől, vagy egy borkám mézet, vagy házi kenyeret, vagy 10 liter bort, vagy 30 tojást, és olyan megható volt, ahogy próbáltak tulajdonképpen a tenyerükön hordozni. A szívélyes vendégfogadást az előadó művészek meg is hálálták. Gazdag műsorral tarkítva Mikháza egyébként nem túl mozgalmas mindennapjait. Az idén elsősorban a Marosvásárhelyi Tompa Miklós Társulat színészei, tehát mi, a Barta Lajos Zsuzsi című darabját Falusi Szerelem címen játszottuk ezen a szabadtéren, a Csűr színpadon. Akkor óriási siker, nagyszerű hangulatban. Másnap volt egy nótaest, amire a régi Székely Népi Együttes idősebb nyugdíjas tagjait hívtuk meg, és a Vásárhelyi Színház fiatal
énekeseit, akik most bontogatják népdalénekesi szárnyaikat, amit utána bál követett, ugyancsak itt ezen az udvaron, tábortűzzel, büfével, mititéj, flekken, csapolt sör, és minden, ami ehhez tartozik. A kislánynak dombon van a háza, de régi jóban nőtt az udvarára. De régi jóban csipkés a levele. A nótaest főszereplője a házigazda család legidősebb előadó művésze Széjes Sándor volt. A valamikori Székely népi együttes, mai szóhasználattal élve frontembere, 16 éve vonult nyugdíjba, és különleges alkalomnak számított az, hogy újra színpadra lépett, mégpedig szülőfaluja közönsége előtt, ami pályájának kezdeteit juttatta eszébe.